Augusztus 31-én délután került sor a Kossuth Lajos gimnáziumban a 2013-14-es tanévet megnyitó ünnepségre. A polgári iskola alapításának 100. évfordulója alkalmából több korábban végzett gimnáziumi osztály is ekkor tartotta az osztálytalálkozóját. Az ünnepség keretében történt meg az iskola új épületszárnyának átadása is, majd este egy jótékonysági bárra került sor a városi sportcsarnokban. A tanévnyitó ünnepség vendégei között külön köszöntötték dr. Kállai Mária kormány megbízottat, Pintér Erika polgármestert és Pisák György jegyzőt. Elhangzott, hogy többféle ünnep az, amelyről ebből az alkalomból szó esik. 100 évvel ezelőtt alapították az egykori polgári iskolát, 63 éves a gimnázium, és 45 évvel ezelőtt kezdte meg működését a Kossuth Lajos általános iskola. A tanévnyitó alkalmából két kis diák, Keserű Márton és Pásztor Laura búcsúztatta a vakációt, illetve köszöntötte a gimnázium új tanulóit. Balogh József, kedves vakáció barátom! Komolyan mondom, szégyelhetnéd magad. Június közepén mellém szegődtél, barátokká fogadtuk egymást, s lám, 2,5 hónap után megtagadsz. Tudom, jövőre ismét eljössz, megígérted a búcsúzáskor. Nagyon jó volt veled, pedig anyuik mennyire izgultak, amikor megérkeztél. Mi lesz a gyerekkel? Akasztuk a nyakába a kulcsot. Küldjük táborról táborra. Vagy fogadják felváltva a nagymamák. Szóval szörnyű családi vitákat okoztál, kedves vakáció. Én magamban mégis nagyon örültem, mert tudtam, te minden gyermeknek a legjobb barátja vagy. Tanév végére bizony alaposan elfáradtunk, s nem csak mi, de a tanáraink is. Ők, nekem elmondta az osztályfőnököm, épp úgy várták, mint a diáksereg. Kedves vakáció, tudatom veled, az összes gond megoldódott. A nagyik szívesen fogadták az ő aranyos csillagukat, a szemük fényét, vagyis engem. Képzeld, vakáció, megtanultam úszni, úgy, hogy egyszer sem fulladtam meg. Uralkodásod ideje alatt kiváló famászó lettem. Bár anyuik maradi nézetei szerint a nagymamák idegeire többször másztam fel. Kedves vakáció, egyre bölcsülő eszemmel nagyon jól tudom, a te időd sajnos lejárt. A naptárt pergető idő nem ismer könyörületet, s akkora hatalmad még neked sincsen, hogy legalább októberig maradhass. Köszönöm, hogy közel 80 napig jó barátok lehettünk, s ez a lényeg. Te most majd békésen telej át, s az új tavaszt várd annyira, mint mi. Drága vakáció, a suli, az suli, írókezekre vár a kréta, a könyvek olvasókat remélnek, a padok elárulnának, s a füzetek sem akarnak üresen maradni. Isten veled, vakáció, vigyázz magadra, mert 10 hónap múlva megint nagy szükségünk lesz rád, aztán majd időben küldd el hozzánk a kis testvéreidet, a téli és a tavaszi szünetet. Ők is jó fejek, de legjobb fejtel maradsz mégis, kedves, öreg. Nyári vakáció. Évnyitó. Már magától a szótól is kiverje a vidíték a diákokat. Ám nem csak a fekete-fehér ünneplőt, az állandóan szorító cipőt, a hőséget, az igazgatónő beszédét jelenti az évnyitó. Hanem valami új, eddig nem volt kezdetét is. Főleg az újak számára. Ma váltok végérvényesen is kossuthos diáká, kedves 5. és 9. diákok. Gondolom, mindannyian izgatottan vártatok erre a napra. Mi 6-osok is nagyon vártunk benneteket, hogy végre nem mi legyünk a legkisebbek a gimnáziumba. Még biztosan sokan a nyári élmények hatása alatt álltok, és alig akarjátok elhinni, hogy véget ért a vakáció. Pár nap múlva bizony megszólal a csengő, jelezve a tanítás kezdetét. Ugye kíváncsiak vagytok erre a világra, a gimnáziumra? Biztosan állíthatom, jó döntés volt, hogy ezt az iskolát választottátok. Erre a legjobb garanciát gyermekszerető, keményen dolgozó tanáraink nyújtják, akik a fejükbe vették, hogy okos, sikeres és boldog felnőtteket faragnak belőlünk. Ha majd beléptek, látni fogjátok, hogy felújították a tantermeket,
kifestették a falakat, felszerelték mindenféle modern eszközzel. Több vadonatúj terem is épült, és az egész kívülről is megszépült. Szóval minden adott a sikeres tanulmányokhoz. De ne ijedjetek meg, nem csak tanulni lehet itt. Számos szabadidős program vár rátok. Énekelhettek a musical csoportban, kipróbálhatjátok, milyen színpadon szerepelni, edzhetitek magatokat különböző sportágakban. Többféle rendezvényre fogtok készülni a tanév során, mint például gólyavató, farsang és kulturális nap. Az ötödikesekre vár még a karácsonyi műsor, és velünk tölthetnek egy felejthetetlen hetet az erdei iskolába. Remélem, a nyáron kipihentétek magatokat, és készen álltok az új feladatokra. Mert bár néhányan próbálkoztak már vele, de sajnos a munkanélküli és tanulás nélküli iskolát még nem találták fel. Ezért hadd adjak nektek három jó tanácsot, hogy könnyedén vegyétek az akadályokat, és elkerüljétek a tanáraitok haragját. Rendesen készüljetek a tanórákra, mindig készítsétek el a házit, és sose hagyjátok otthon a felszerelést. Nem tudom, hogy ti kedves ötödikes és kilencedikes diákok mit éreztek most. Én tavaly, mikor itt álltam, örültem, büszke voltam, hogy kosutos lettem. Örüljetek ti is, hisz a mai nappal egy új és izgalmas világ tárul fel előttetek. Ennek a csodának a felfedezésében tanáraitok kalauzolnak majd mindenek előtt az osztályfőnökötök. Ám minden öreg diákokra is számíthattok, mi már ismerjük iskolánk hagyományait, szokásait, a gimnázium világát, és szívesen segítünk majd eligazodni. Kívánom, hogy érezzétek jól magatokat a Kossuth Lajos gimnáziumban, és vegyétek könnyedén az akadályokat. Váltsátok valóra mindazt, amire vágytok, és amire szüleitek várnak tőletek. Kályáné Matlák Erika főigazgató asszony az ünnepi évforduló alkalmából a múltat idézte. Fontos eseményhez érkeztünk iskolánk történetében. A mai nappal birtokba vehetjük az épület új szárnyát. Bár a tanévnyitón a jövőbe szokás tekinteni, de ebből az alkalomból most egy kicsit mégis tekintsünk vissza a múltba. Ugyanis ünnepelni több okunk is van. 100 évvel ezelőtt, 1913. szeptemberében indult a polgári iskolai oktatás Tiszafüreden. Ez az iskolatípus az elemi iskola 4 osztálya után adott lehetőséget a tanulmányok folytatására, biztosította az utat akár a gimnázium felé is. Az iskola fiúiskolaként kezdte meg működését Kadocsa Béla igazgató vezetésével. Az 1914-15-ös tanévet már abban az új épületben nyitották meg, amely ma a Kossuth Lajos általános iskolánké. Az épület átadó ünnepségén Fülöp Zoltán főszolgabíró a következő szavakkal emlékezett meg Budai Sándorról. Fáradtságos élete gyümölcsét a polgári iskola felállítására hagyta, s ezzel lehetővé tette, hogy itt egy kultúrpalota emeltessék a nemzetet alkotó középosztály, iparos, kereskedő és földműves társadalom tanulni vágyó fiai számára. 1921-ben már leányokat is felvettek, az iskola neve ettől kezdve Magyar Királyi Állami Polgári Fiú és Leányiskola lett. Fekete Sándor iskola történeti munkájában írja a következőket. Az iskola igazgatóinak értékelő írásaiból egyértelműen kirajzolódik az a szellemiség, értékrend, amelyet a polgári iskola képviselt. Nevezetesen a valláserkölcsi nevelés, a hazafias szellem, nemzeti öntudat ápolása, az önfegyelem, a rendszeretet kialakítása. Minden téren magas követelmény következetesség jellemezte a pedagógiai munkát az iskola megszűnéséig 1948-ig. 1946-ban az állami általános iskola az alvégi elemi és a polgári iskola egybekapcsolásával alakult meg Tiszafüreden és a Kossuth téri épületben kapott helyet. 1954-ig az általános iskola együtt élt az 1951-től folyamatosan szerveződő gimnáziummal. Ugyanis 1951-ben a volt polgári iskola tanári karának 4 tagjával indult meg a gimnáziumi oktatás Tiszafüreden. Tisztelettel gondolunk a gimnázium első tanáraira a mai napon is. Varga Ferencre, ő volt az első gimnáziumi igazgató, Zemlényi Zoltánra, Szigeti Ivánra és feleségére,
Szigeti Ivánnéra, Fischer Lillára. 1968-ban költözött ebbe az épületbe a gimnázium, átadva helyét az újonnan alakult Kossuth téri általános iskolának. Nos, már 45 éves ez az épület, legalábbis az új szár nélkül. Kinőttük, felújítása megérett, ezért volt szükség erre a bővítésre. Kedves vendégeink, Hambas Béla azt írja, hogy a nagy örökség egyúttal kötelesség. Nehéz helyzet csak ott támad, ahol az ember kötelességét megtagadja. A nagy kultúrával feltétlenül együtt jár az a kötelezettség, hogy az ember tovább építse. Az utódó kultúrájának előkészítése közös feladatunk, hiszen mindannyiunk felelőssége, hogy a jövő nemzedék milyen tudással, milyen képességekkel és milyen hozzáállással fog élni. Igaz ez ránk egyénekre épp úgy, mint az oktatás és a nevelés főszínterére, az iskolára. Mi az elődeink által elkezdett magas színvonalú pedagógiai munkát szeretnénk folytatni, ennek a feladatnak kívánunk megfelelni. És elmondhatjuk, az egykori diákjaink szeretete és ragaszkodása is azt mutatja, hogy álljuk az idők próbáját. Most, midőn az emlékezés oltárán áldozunk az iskola emlékének, és kegyelettel, bensőséges elismeréssel adózunk mindazoknak, akik ennek létesítése érdekében közreműködtek, a hitnek és reménynek erősségével bizakodunk abban, hogy tanítványaink, akik az épület műhelyéből kikerülnek, egy boldogabb Magyarország földjén fogják gyümölcsöztetni az itt szerzett szellemi és erkölcsi értékeiket. Írta Kadocsa Béla 1933-ban, és bízunk mi utódok ugyanebben 2013-ban. Ha a mai napon nem csak a múltról, hanem a jövőről is gondolkodunk, és egy tanévnyitón ezt is tesszük, elmondhatjuk, hogy szellemi és fizikai értelemben fenntartani, továbbépíteni egy iskolát csak a hagyományok továbbvitelével és a gyorsan változó igények figyelembevételével lehet. Hiszünk az alapító atyák szellemében, és mi is reménykedünk, hogy mindig lesz elegendő diák, akik megtöltik alma máterünk padjait. Én iskolám, köszönöm most neked, hogy az eljött életcsaták között volt mindig hozzám víg üzeneted. Milyen tökéletesen fogalmazta meg Ady Endre az iskola feladatát az életre nevelésben. A mi küldetésünk is az, hogy tanítványainknak olyan útravalót adjunk, ami a későbbiekben, bármilyen nehézséggel is kell szembesülniük, mindig erőt ad nekik. Szent Györgyi Albert másként fogalmazta meg az iskola feladatát. Az iskola dolga, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. Ezeknek a gondolatoknak a szellemében kívánok mindannyiunknak sok-sok örömet a tanításban és a tanulásban, élvezetet az alkotásban és a szellemi munkában, a felújított iskola falai között. Ezzel iskolánk történetének 63. tanévét megnyitom. Dékány László igazgatóhelyettes összefoglalta annak a projektnek az eredményét, amelyben egy új épületszárnyal gazdagodott a gimnázium. Bár az intézmény és a város 2001-től pályázott bővítésre, csak 2009-ben nyert az a pályázat, amelyből az új tantermek megépülhettek. A kivitelező Imola építő ZRT-nek 2012. március 12-én adták át a munkaterületet, a projektzáró rendezvényre 2013. március 1-én került sor. A beruházás csak nem 300 milliós Európai Uniós és 30 millió önkormányzati támogatásból valósult meg. Dékány László ismertette a projektben közreműködő személyek, szervezetek nevét, és megköszönte a munkájukat. Véleménye az volt, hogy az új tanévtől kezdve esztétikus, tágas iskolában végezheti munkáját a gimnázium minden tanára és diákja.
A bejáratnál elhelyezett nemzeti színű szalag átvágásával dr. Kállai Mária kormány megbízott, ünnepélyesen átadta az új épületszárnyat a diákoknak. Az ünnepség végén felhívták a vendégek figyelmét arra, hogy este 18 órától kezdődik majd az a jótékonysági rendezvény, amelynek bevételéből a gimnázium és a Kossuth Lajos általános iskola részesedik majd. Köszönjük, hogy ilyen sokan elfogadták meghívásunkat, és megtisztelnek bennünket jelenlétünkkel. Bízunk benne, hogy ez a rendhagyó esemény színvonalas műsoraival, finom ételeivel, amelyet ezúttal is köszönjük Ábrahám Tamás úrnak, és az azt követő tánc mulatsággal sok örömet okoz majd a mai este folyamán mindannyiunknak. Jó szórakozást kívánok mindenkinek! És bizonyára hallhatják, hogy a gyerekek már nagyon izgatottak, hiszen mind a két intézmény diákjai, így a gimnázium és az általános iskola tanulói is készültek egy kis műsorral. Mi sem lehetne az, ami méltóban megnyitja ezt az estét, mint a leendő 8. osztályosok keringője. A koreográfiát összeállította és a táncot betanította Ruskó Roberta tanárnő. Kérem, fogadják táncukat! Je sais ton amour, je sais le verser sur mon corps, sentir son cours jour après jour. J'ai remonté les tourments pour m'approcher encore. J'ai ton désir ancré sur rien, j'ai ton désir ancré à mes chevilles. Rien ne nous retient, rien, tout ne tient qu'à nous. Je fais de toi mon essentiel, tu me fais naître parmi les hommes. Je fais de toi mon essentiel, seul je n'ai plus besoin, si tu le consacres. Tu sais mon amour, tu sais les mots sous mes silences, ceux qui s'avouent courent et découvrent, j'ai te fini.
származású vagyok, Tisza parti lánynak tartom magam, és édesapám szokta mondani, hogy anyám, ki a Tisza vizén vissza, oda vágyik annak szíve vissza. Ez így is van, tényleg van itt valami, amiért nagyon gyakran jövök haza. Állunk a Tisza